8 óra van, ez a híradó az M1-en. Jó reggelt kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Itthon heves zivatarokkal érkezett meg a hidegfront, a viharok főleg a délkeleti megyékben okoztak kárt, a tűzoltók több mint 100 riasztást kaptak. Kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz kellett vonulniuk, de tetőket is megbontott az erős szél. Volt, ahol a szivattyúkra is szükség volt, a hirtelen lezúdult csapadék pincéket is elöntött. A legtöbbször Békés és Csongrád-Csanád megyében kértek segítséget, de számos bejelentést kaptak Hajdú-Bihar megyéből is. Már több mint egy hete ég az erdő Törökországban, a tűzoltók továbbra is erőn felül küzdenek a lángokkal. Tegnap sikerült megfékezniük az egyik hőerőműre átterjedt tüzet, ám az ország bizonyos részein tovább pusztít a tűzvész. Közben Görögországban sem enyhül a helyzet, már negyedik napja küzdenek a lángokkal. Az Atén környéki tüzek csütörtökön újra erőre kaptak, ezért a város északi kerületeinek lakóit felszólították otthonaik elhagyására. Az országban a hőség és a szelek miatt állandó a tűzveszély. Egyre többen kérik a koronavírus elleni harmadik oltást Magyarországon. Már 35 ezeren foglaltak időpontot, 14 ezeren pedig meg is kapták az injekciót. A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák, hogy csak a védőoltással lehet elkerülni, hogy a vírus súlyos megbetegedést okozzon. Nem voltam semmire. Szinte kivétel nélkül mindenki kérte a harmadik oltást ebben a nagyhegyesi idősek házában. Én azért szeretném fölvenni a harmadik injekciót is, hogy végre hátha ez a vírus eltűnne közöttünk, mert azóta látom, hogy egyre kevesebb a beteg. De nem csak a lakók, a dolgozók közül is sokan döntöttek az ismétlő oltás mellett. Mikor értesültek a médiából, hogy lehetőségük lesz a harmadik körös védőoltásra, jelentkeztek önként. Úgyhogy szinte ugyanaz a kör meg fogja kapni a harmadik védőoltást is. Mind a 89 gondozott kérte, és már meg is kapta a harmadik injekciót a Decsi Lórántfi Zsuzsanna szeretett otthonban. Nem csak magukat, családjukat is szeretnék ezzel megvédeni a fertőzéstől. Nagyon nagy az igényük és a vágyuk, hogy hazamehessenek, hogy találkozhassanak, hogy kijárhassanak. Ez nem egy zárt intézmény, hanem itt jönnek, mennek a lakók, akik még olyan állapotban vannak, és ez egy nagyon fontos dolog számukra is, meg számunkra is, hogy tudjuk azt, hogy védve vannak. A Tolna megyei intézményekben már csaknem 2000 idős és fél ezernél is több dolgozó igényelte a harmadik oltást. Az egészségügynek, kormányhivataloknak arra kell törekedni, hogy a betegségnek leginkább kitett emberek, így természetesen például az idősek is, minél előbb megkapják ezt az ismétlő oltást, amire néhány nap óta lehetőség van. Nem csökken az oltási kedv Kecskeméten sem, ahol szinte pár nap alatt beteltek a szabad időpontok. Nem szeretnék a negyedik hullámmal úgymond elmenni, sőt nem szeretném megkapni magát fertőzésem, lekopogom, tudomásom szerint, meg a tesztelések szerint mi nem kaptuk el. A megyei kórház két oltópontján adták be az első, második és harmadik körös vakcinákat. Ez utóbbiból eddig már csaknem 900 adagot. Azért fontos a harmadik körös oltás felvétele, mert vannak bizonyos veszélyeztetett csoportba tartozó emberek, akiknél, ha megérkezik a negyedik hullám, magasabb lesz a fertőzésnek a kockázata, mint az átlag populációban. És gyorsan fogynak a szabad időpontok Győrött is, leginkább az idős, krónikus betegek jönnek. A szakemberek nekik és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják leginkább a harmadik dózist. Rizikó csoportba tartozunk, ugye, mint egészségügyi dolgozók, tehát közülünk is, hogyha bekövetkezik a negyedik hullám, akkor ugye mindenképpen ajánlott lesz. Nem maradt üres hely a Szent János kórház várójában sem délelőtt, annyian érkeztek a harmadik oltásra. Nagyon megnyugtató, hogy megkaphattam a harmadik oltást. A szakemberek itt is az ajánlások alapján választották ki mindenkinek a megfelelő vakcinát. Azok, akiknek alacsony az ellenanyag szintje, az idősek, az immungyengék, immunbetegek, önálluk abszolút indokolt. A fiatalabbaknál nyilván megbeszélés tárgyát képezi. Én magam részéről ajánlom a harmadik oltást mindenképpen. Eddig 35 ezeren foglaltak időpontot harmadik oltásra, és 14 ezeren már meg is kapták azt.
Csütörtökre 72 embernek lett pozitív a tesztje, a járványnak azonban nincs újabb halálos áldozata. Csaknem 29 ezeren betegek, 79 embert ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Mától Európa egyik legszigorúbb korlátozó intézkedése lép életbe Olaszországban. Csak védettségigazolással lehet étteremben, moziba, múzeumba, fesztiválokra és sportrendezvényekre menni. Sőt, az olasz kormány azt fontolgatja, kiterjesztik a korlátozást az iskolákra és a tömegrendezvényekre, illetve közlekedésre is. Az olaszokat megosztja az intézkedés, sokak szerint aránytalanul szigorú, mások szerint pedig csak így lehet megállítani a járvány negyedik hullámát. Újra kötelezővé tették a kültéri maszkviselést Korzika déli részén. A régió prefektusa arra szólította fel az embereket, hogy leginkább a józanészre hagyatkozva ítéljék meg, mikor szükséges felvenniük a maszkot, például ha zsúfolt területen tartózkodnak vagy piacon vásárolnak. A szigeten ezen kívül az éjszakai szórakozást is korlátozzák, valamint növelték a kórházi ágyak számát az intenzív osztályokon. Franciaországban még 2 hónap sem telt el a korlátozások feloldása óta. A delta variáns fokozott terjedése miatt most mégis több régióban, főleg a népszerű turista célpontokon léptettek újra életbe bizonyos korlátozó intézkedéseket. 76 évvel ezelőtt augusztus 6-án dobták le az atombombát Hiroshima városára. A II. Világháborút befejező eseményt az emberi történelem legkatasztrofálisabb háborús cselekedetének tartják. A robbanás és sugárzás szinte azonnal megölt 140 ezer embert, de sokan csak évekkel később a sugárzás okozta rákbetegségben hunytak el. A japán városban ma megemlékező ceremóniát tartottak, és a bomba ledobásának pontos pillanatában 1 perc néma csenddel emlékeztek meg a borzalmas eseményre és annak áldozataira.